Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi hír, szerelemről van szó ennél a felvételnél, az indiai asztrológia szerint. Tehát ez a központi téma. Mielőtt kitérnék a szerelemre, szeretnék mutatni egy gyakorlatot, mégpedig az ujjaink jógáját. Ez a gyakorlat erősíti a gyökér csakrát, erősíti az élet erőnket. A hüvelyk ujjunkat, a gyűrűs ujjunkat és a kis ujjunkat így összenyomjuk. A középső ujj és a mutató ujj kifele mutat. És belélegezésnél kicsit összenyomjuk az ujjainkat, kilélegezésnél pedig kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most kitérek a szerelmi élet területére. Mars bolygó jelenti a férfiakat. Mars bolygó visszafele halad. Ez jelentheti a múltat, az emlékeket, azt is, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Ez a visszafele haladó mozgás azt is jelentheti, hogy a férfiak kicsit visszahúzódóak. Az indiai asztrológia szerint Mars bolygó a bikka jegyében mozog, itt fontos a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat illetően, hanem az érzelmeket, a párkapcsolatot illetően is. A férfiak most kicsit kényelmesek, élvezni akarják az életet. Vénusz bolygó utal ránk, hölgyekre, és Vénusz bolygó az a szkorpióni jegyében mozog az indiai asztrológia szerint. Itt a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről. Itt megvan a transformáció, a változások, a megújulások. A szkorpión jegye kihat ránk, hölgyekre, most kicsit titokzatosak vagyunk, de megvan nálunk ez az erotikus kisugárzás jelenleg. Ott van a közelben Merkur bolygó, és az jelenti azt, mennyire fontos számunkra, hölgyekre, hogy meglegyen a kommunikáció. Beszélni akarunk bizonyos dolgokról, különösen ha párkapcsolatról vagy érzelmekről van szó. Mivel a bika jegye és a szkorpión jegye szemben áll, itt tükröződik valami. Bele kell tekinteni ebbe a tükörbe. Ez a szemben állás olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, kell a belső egyensúly, és itt mindig van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Kicsit kimutatni az érzelmeinket, de nem szabad eltúlozni. A hold szintén kihat az érzelmekre. Kezdetben még a mérleg jegyében van, utal az igazságra, vagy igazságtalanságokra. Jelenti a párkapcsolatot is, a békét, a nyugalmat, a harmóniát. Aztán a hold áttér majd a szkorpión jegyébe, ott, ahol Vénusz bolygó van, tehát kihat ránk, hölgyekre, és nagyon érezni fogjuk ezt a szerelmet, ezt a lelki kapcsolatot, és mint mondtam, szeretnénk érzelmekről beszélni. 23-án új hold van, akkor ne beszéljünk túl sokat, inkább legyünk visszahúzódóak. Gondolkozzunk el bizonyos dolgok felett. Mit szeretnénk rendezni, hogy meglegyen a nyugalom, a béke, a harmónia? Mert az indiai számítás szerint
ez az új hold még a mérleg jegyében van, és aktiválja ezeket a témákat. Miután elmúlt ez az új hold, és hold áttér a Szkorpión jegyébe, akkor megvan már arra a lehetőség, hogy tükrözzünk valamit, keressük a kapcsolatot, a beszélgetéseket, különösen ha érzelmekről van szó. Azután november 26-a szerencsét hozhat számunkra, hiszen a hold eléri azt a pontot, ami nagyon közel van a mi földünkhöz. Ezt Lilith energiának szoktuk mondani, és kiváltja nálunk a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és mivel közel van a földhöz, ez megvalósítható. Kell a hit és kell a bizalom. Akkor ez az álom megvalósul. November 26-án. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!